Egy hónapja élvezhetik az iskolások a vakáció örömeit, a sok élmény mellé azonban számos veszély is társul leselkedve a gyerekekre. Előkerülnek a biciklik, rollerek, görkorcsolják, trambulinok, amelyek túl bátor használata könnyen balesetekhez vezethet. Több ilyenkor az ezek miatti törés, horzsolás, de az általú megkérdezett házi gyermekorvos szerint elsősorban nem is ezek miatt hozzák a szülők a kisbetegeket hozzá több a rovarcsípés okozta probléma, a sok eső miatt valóságos szúnyog invázióban, és a szakember elmondása alapján idén durvábbak is a reakciók. Emellett méhés kullancs csípésekkel is sokan fordulnak hozzá. Utóbbi kapcsán az a tapasztalata, hogy még mindig nagy az információ hiány. A legfontosabb természetesen a megjelőzés lenne megfelelő öltöztetéssel, de ha már megtörtént a baj, fontos, hogy a szülők vállalják, időben kiszedik a rovart, hogy ne kelljen emiatt az ügyeletre menni a Isten őriz mégiscsak beleszakadna a feje a kullancsnak a bőrbe, akkor hagyja békén egy kis betarin oldatta a kezelje le, mint az, hogy fél napig, napig vár, hogy majd az ügyeleten valamit csinálnak. Egyébként is, ha már elhalt a kullancs, az már nagyon nem is nagyon lehet kiszedni, tehát még él, addig igen, és ugye nem a hagyoma, a nagyon régi olajozás meg zsírozás módszerrel, hanem egyszerűen finoman megfogni. Vannak ilyen kullancszedők, de, de sok módon akár egy szem szemlődök csipesszel is szépen meg lehet, és ha azt kiveszi, akkor rendben van. Azt kell tudni, hogy a fejben nincs kórokozó, hogy a potrohába van a, 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 kórokozó, és hogyha szenved a kullancs, akkor ökleli bele azokat a kórokozókat, esetleg vírusokat, vagy a Lyme kórokozó baktériumát, ami aztán későbbi megbetegedést okoz. A csípések mellett a szélsőséges időjárás is sok gondot okoz, és ugyanúgy a gyermekeket is megviseli. A magas páratartalommal társuló nagyon magas hőmérséklet idézhet elő elsősorban hőháztartással kapcsolatos panaszokat. Az orvos azt tanácsolja, a szülők ilyenkor figyeljenek arra, hogy direkt nappal ne érje a kicsiket, nagy ugyanis a leégés veszélye. Nagy melegben pedig ne is engedjék ki őket a szabadba ha odafigyelnek a gyerekekre, akkor nyilván nagyon magas hőmérséklet esetén ki sem engedik őket, illetve, hát ugye, ha kiengedik, az a reggeli-esti órákban lehetséges, kellő a csecsemőket, ha lehetne, zárt térbe, zárt terű hát kis hordozóba vigyék ki, mert ott helyileg is magasabb a hőmérséklet, és ha hosszabb ideig tartózkodnak, akkor meg kell kínálni folyadékkal. Az a lényeg, hogy a hőházhatás sokfélék, kezdve az enyhe rossz közérzettől az eszméletlenségig. Ezek jellemzően a felhevült test és a folyadék hiány tanakulnak ki. Utóbbihoz ráadásul az izzadás is hozzájárul, amely során elektrolitokat is veszítünk a szervezetünkből. A folyadékbevitel során ezeket is pótolni kell, a víz melléki jó megoldás lehet a felhígított gyümölcslé vagy az elektrolit oldatok. Az ajánlott folyadékbevitel mennyiség a függ a test már a csecsemőknél is 120 ml a minimum kilogrammonként, a magas hőmérsékletnél izzadásnál azonban ez az érték növekszik. De mint új hely, doktor kiemelte a vizeletből, sok minden kiderül. Ha ugyanis az világos és gyakori, akkor nincs probléma, ha viszont sötét, az azt jelenti, hogy keveset ivott a gyerek.